Okkal szól a tapsa a Szolnoki Városháza házasság kötőtermében, pedig a résztvevők nem is egy szép reményű Frigyet köszöntenek, hanem testnevelőket és sportos iskolákat. Ugye mi gyerekkorunkban reggeltől estig rúgtuk a labdát, és ez volt a szórakozás. Ezzel szemben, ha most megnézem a fiatalokat, hogy mit csinál reggeltől estig, hát ott vannak a laptop a kezébe, vagy a mobiltelefon a kezébe. Tehát ezt a versenyt nyilván meg kell vívnunk, nem csak a sportpályákon, hanem az élet területén is. Még a digitalizáció kényelem szemléletében is akadnak kiugró sportteljesítmények. A kosárlabda a szívem csücske, de minden sportot szeretek. És ez volt mindig nekem a motiváló erő, hogy ha nem jött össze valami a kosárlabdában, összejött a másik sportba. Mert azt szeretem, hogyha egyszer tanítja a sportág technikájára az ember a tanítványokat, akkor mérettessen meg, és azokba is próbáljon versenyezni. És így én nagyon sok sportágban versenyzek, diáksport szinten. A Vármegye három legaktívabb általános iskolája közül valamennyi szolnoki, a középiskolák között pedig a háromból kettő. A legaktívabb azonban a Nagykun Református Gimnázium lett. A megye diáksportjában is jelentős szerepet tölt be a karcagi középiskola, és nem csak ez az egy iskola, hanem szinte minden karcagi iskola, hiszen általános iskolai és középiskolai szinten is szinte valamennyi diáksport rendezvényen részt vesznek tanulóink, és nagyon eredményesen szerepelnek. A Nagykun Református Gimnázium is kiemelkedik azonban ebből a sorból, nem csak Karcagon, hanem vármegyei szinten is. Kisújszállás körzetének legeredményesebb testnevelője Kis János, a Nagy László Gimnázium pedagógusa lett, míg Karcagon és környékén a 2022-23-as tanévben Őrlő Zoltánnál nem volt jobb testnevelő. Én úgy gondolom, hogy mindig is nagyon nagy figyelmet próbáltunk szentelni a sportnak, és egy különleges szinteret szerettünk volna biztosítani a sport számára a gimnáziumi élet keretein belül is. Én úgy gondolom, hogy a hagyományaink is erre predesztináltak bennünket, és talán sikerül is valamennyire megvalósítani ezt a célt. A Vármegyei Diák Sport és Szabadidősport Szövetség minden évben elismeri a diák olimpiai szereplések során legeredményesebb általános és középiskolákat, valamint területenként a legeredményesebb testnevelőket.